Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, az itt középen látható. Itt valaki átnyújtja számára ezt az arany érmét. Ez lehet egy jó ajánlat, egy jó szerződés, lehetnek nyeremények, vagy pénz. Az is lehet, hogy ez az ő keze, és ő cselekszik, ő nyújtja át ezt az arany érmét. Ez lehet anyagi segítség, egy jó ajánlat. Az érem jelenti a föld elemét is, tehát a reális dolgokat, hogy cselekedni fog, és mindazt, amit ő eddig elképzelt, ez most megvalósítható. Itt látható a könnyek mezeje, amit ő lezár. Elbúcsúzik a múlttól, elbúcsúzik mindattól, ami eddig őt szomorúvá tett. Az ő érzelmeit itt bal oldalon látjuk. A csillagok szerencsét hoznak, és itt megvan a győzelem, hiszen megvan a bizalom, hogy minden jóra fordul. De itt látható Justícia istennő, ami jelentett egy bírósági ügyet, amit le kell zárnia, de itt van a győzelem, meg a szerencse. De ez lehet egy bizonyos helyzet is, amit ő igazságtalannak tart, de itt is van egy kiút, egy megoldás, hiszen győzni fog. Itt a mérleg jelentheti a belső egyensúlyt is. És mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Nálad itt vannak az arany érmék, utalnak ugyan a jólétre, de mégis vannak itt korlátozások, ezt jelenti a 9-es szám, ez olyan, mint egy kerítés, amikor úgy érzed, úgy gondolod, eddig eljutottál, de nem tudod hogyan tovább, nincs kiút. De a tolvaj eltávolítja ezt az eseményt. Az is lehet, hogy valaki ellopott tőled valamit, és emiatt vannak korlátozások. Ez nem csak pénzt jelenthet, vagy egy bizonyos tárgyat, hanem gyakran azt is, hogy valaki rabolja az idődet, az energiádat. Ami ezt a férfit illeti, közeledik hozzád, átnyújtja az arany kelyhet, ami jelenti az érzelmeit, tehát ki fogja mutatni az érzelmeit. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Ami az anyagiakat, a munkát, vagy a megbecsülést, az értékeket illeti, itt vannak még szomorú gondolatok nála. Ez azt jelenti, hogy vannak elképzelések, és ő él a lehetőségekkel, de úgy gondolja, hogy jelenleg ez még nem valósul meg, kell még egy kis türelem, ami elszomorítja őt. Itt a könnyek mezeje. Találkozni akar veled, de nem tudja, hogy hogy reagálsz. Vagy azt is érzi, hogy neki először le kell zárni a múltját, és ha ez megtörtént, akkor itt van az esély, és akkor lesz majd találkozás. A csillagok. Amennyiben volt itt egy örökösödési ügy, egy bírósági ügy, itt nyerni fog, és megkapja azt, amit ő megérdemelt, de a koporsó azt is jelentheti, hogy ő lezár valamit, elhagyja a könnyek mezejét, és miután ez lezárult, lesz egy szerencsés fordulat.
és az igazság, vagy az igazságtalanságok. Itt megjelenik egy jó lelkű nő. Lehet, hogy a bíró nő, vagy az ügyvéd nő, aki segít neki, de azt is jelentheti, hogy ez a jó lelkű nő te vagy. Hiszen megbízik benned, tudja azt, hogy te jót akarsz, segíteni akarsz neki. És itt a győzelem. Ő jelenik itt meg. Ő tudatában van annak, hogy győzni fog. Milyen korlátozások vannak nálad? Itt te jelensz meg, ha te egy hölgy vagy, tehát tudatában vagy annak, hogy valaki korlátoz téged. Szép a kártya kivetésnél az, hogy mindketten megjelentek itt, ami azt jelenti, hogy összetartoztok. Az ő közeledése. Egy gazdag, jólelkű férfi. Tehát lesz anyagi segítség, ott van melletted, jó indulatú, megbízhatsz benne. És a tolvaj, ki mit lop el tőled? Hát itt látható a betegség, akkor a tolvaj segít, hiszen a tolvaj ellopja a betegséget, eltávolítja a betegséget, ami azt jelenti, hogy lesz gyógyulás. Ez a kártya azt is jelenti, hogy vagy beteg vagy, vagy valaki beteg a családban, de a tolvaj ezt eltávolítja, tehát lesz gyógyulás. A betegség azt is jelentheti, hogy valami vagy valaki betegít téged, és ez a személy eltűnik, ez az esemény lezárul. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy az egészségügyi területen dolgozol, de mivel a tolvaj ezt eltávolítja, lehet, hogy ott valaki ellopott tőled valamit, vagy eltávolítja most ezt a munkahelyet, és lesz egy munkahelyi változás. Az ő jelenlegi helyzete. Itt látható a bíróság. Ez lehet egy bírósági ügy, vagy egy bizonyos helyzet, ahol őt igazságtalanságok érték. És a te jelenlegi helyzeted. Itt van a házasság kártyája. Ez lehet egy házassági ajánlat, vagy lehet egy szerződés is. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!